Tisztelettel köszöntök mindenkit, ez itt a Space Engineers és Dubstar Gaming. Jó estét És kívánok! Tutukrap! Jó reggelt! Na, hát csak elkezdjük ezt a sorozatot, vagy mi. Tehát Ja, így... nagy nehezen, de így Igen, megnézzük, hogy mi lesz a... Miből lesz a cserebogár itt az űrben. Úgyhogy... Ú, a szexi sárga ruhám van, azt a mindenit. Ó... Te meg ilyen sugár Ne szürke vagy. szexízzél ittem, mert izé van. Nem fér be a nadrágomba, itt a space ruhában nem fér bele a dolgok, hogyha itt nagyon szexis leszel. Jó, na, hát ugye mit lehet csinálni ebben a játékban? Pontjuk le a hajót! Explain it. Így. Explain it, please. De várjál, basszus, ez bugos egy picikét. Micsoda? Tehát Hol amikor vagyok? melléd álltam, akkor így bepirosodott a móka. És a healtem az lecsökkent. Ja, Na, igen, mert így van egy kis range-je a fúrónak, igen, szóval és bugos nem, kicsit. hát és nem feltétlen pont, tehát így előre, hanem így minden Tehát irányba. így körbe, szerintem sugárba vagy, nem Igen. tudom. Na hát ugye első körben azt szeretnénk, hogy mivel ez egy survival, tehát ugye mint Minecraft, szedjünk cuccokat. Csak hogy itt ugye a Ja. bányászásnak van egy másik alternatívája, ugye effektíve szétbontjuk a spawn űrhajót. Ja. Amiből igazából végtelen van, szóval, hogyha így elfogy az a Hát igen, ez cucc, egy akkor... picit cheat. Ja, Igen. mondjuk szerintem is kis csalás, de... Minél hamarabb majd egy kis űrhajót kell csinálni, vagy nem is muszáj, de urániumot mindenféleképpen majd találni kellene, mert ugye ha az kifogy, akkor így gyakorlatilag vége van mindennek. Nem tudom, ki Igen, mennyire igen, igen, ért így igen. a játékhoz, de alapvetően ugye az a lényege, hogy van nekünk ilyen. Majd mindjárt belevezetlek a lényegbe benneteket, csak először így bontsuk kicsit az darabja ezt a hajót. Ja, ja, Közben ja, így ja. ja, a... mi ez? A bal alsó sarokba, nem tudom neked ott van-e már. Egy Ott van egy pillanatra, ilyen kis... egy pillanatra vágjunk már. Nos, tehát, ugye ott tartunk, hogy... Várjál, ezt a nuke-ot... Flexel. Amúgy megtett az inventory, csak szólok. Az előbb itt már Igen, szedtem négy... föl a cuccaidat. Ja. Várj, Na hogy most mondják? Ja, azt itt van egy kéne, bugos hogy... ajtó. Viszont itt van egy cargo konténer, ami nekünk jó lenne. Azt nem lehet így egybe leszedni? Le lehet, de előtte pakoljunk ki, és akkor majd letesszük ide mellé. Akkor ebbe ide, nem? Aha, ide beteszed, és akkor elméletileg itt valahol van egy egyébként. Már egy refinery, egy assembler, meg egy nuclear Igazából reactor. úgy van, hogy rákattintasz az assemblerre, ugye mivel egymás mellett vannak a dolgok, ezért így kompatibilisek, szóval hogy ebből átlátsz a többi mindenbe, tehát így nem tudom, hogy mennyire Aha, sikerült itt már neked van rájönni, assembler. szóval Igen, hogyha... gyakorlatilag ez a platform maga egy hajóként Igen. üzemel. És ugye, hogyha beülnék mondjuk ide, amit most meg is nézek, akkor igen, tehát effektíve ezt a platformot tudom irányítani ebből a kokpitból. Aha, értem én. Viszont ugye, hogyha nincsenek egymás mellett a dolgok, akkor nem tudsz belepakolni, csak látod, hogy mi van benne, szóval, hogy így... Igen. Mint például innen az assemblerből, a reaktorból a urániumot nem tudod kiszedni, viszont látni látod, hogy benne van. Tehát így... Kell az a conveyor modul, vagy micsoda kell hozzá, nem? Aha, és akkor ezt Jó, összekapcsolni. szerinted össze De... tudunk rakni mi a szart, várja? Egy ilyen, Feldolgozott vagy? nem, egy ilyen tartót, konténert, mondjuk Ja ezt persze, ma. én úgy gondoltam, hogy itt beszélsz ide, ahol most itt állok. De... Na, Ja most... Aha, hogyan, oké. ugye nyomok egy G Jaj, betűt. majdnem leestem. Ugye ez G itt a bal... betű, Nem. és ja igen, kihúzom izére, hotbarra, oké, megy ez. És akkor ide mondjuk a... Ide berakom Hol a... van ebbe a karbó konténer egyébként, hogy... Itt hátul Itt van, és gondolom, csak nem? ezt heggesszük össze, hogyha van cuccot hozzá, gyere ide. De Jó, ne ide tedd, ez itt nem lesz jó, mert nem mellette van. Most nézd, ide kell tenni, mert Jó, ugye felszett. ezek a sárga kapcsolási pontok, amik kapcsolódnak, tehát nem tudom, Ja, így hogy így a elé rajz kell alapján. rakni, mondjuk. Aha, mint az űrbázisokon, szóval, mint hogyha be tudnám menni Ja, oda, érted? értem. Ezek a kapcsolási pontok benne, mint a Jó. Minecraft-ban, a outputok, Értem. a thermal expansion, Na szóval, gyere, hogy akkor ide raktam egyet. Viszont nekem azt mondja, hogy... Interior plates kell, nem az kell. Na, nekem van most. Tudod mi kell? Small steel tube kéne nekem. Small steel tube-ot, azt tudunk kukázni. 16 Ja darab nem, kéne. várjál, van nálam, most már van. Ja, zsír. Oké, Ó, össze megvan tudjuk minden, rakni. király, Jaj, kész nagyon is van, jó, kész is nagyon van. jó. Egyébként így látjátok, hogyha így hegesztetek, akkor előjön egy ilyen kis cucc, és ott mutatja, hogy van egy piros csík, hogyha az fölé csináljátok, akkor ugyanúgy néz ki, viszont nem tudom, tehát a piros csík fölött már működik, de tudod tovább csinálni. Jó, én belepakoltam Oké, és motyókat, én meg így és akkor szedjük. közben elkezdem feldolgozni az utcainkat egy kicsit. Oké, én meg akkor én kiadom magamnak a feladatot, hogy
Szedem itt a hajót, szana szét közben. Hogy kell 100 darab ilyet dolgozzon föl, dolgozzon föl. Interior plate nem abban nem kell 100-at. Hanem... Kicsit heggezgetek itten. Mi jót helyeztel el? Éppen egy gravity generátort annihilálok szana szét. Hol vagy? Ja? Akkor... Aha. Ja, és ugye... Az flexelés, nem? Vagy... Hát ezt a flex, ezt a ja, grinderre, vagy mi a szar ez. Szedem szét. Uha. Van És... közben egyébként ebben urániumunk, vagy így? Aha, na. 0,1 darab, szóval... Ó, majdnem megöltél. És ugye a tutoriál, ugye bal alsó sarok, ott van egy ilyen piros szöveg, volum. Ugye az a súly, a cucc, tehát hogy amennyi cucc van nálad, annak a súlya. És ugye 4000 lehet nálad. 40 Hát ezer, nálam... most már, És... mert átállítottuk 10-szeres szorzóra. Hát nekem Vagy viszonylag kis... 3667. És piros. Ja, hát akkor nem állítottuk át, de akkor mindegy. nem Az a lényeg, állított. hogy így mindegy, majd átállítjuk, hogyha... Jaja. Nem, nekem engedi tovább, tehát nekem 8000-nél jár most 9-10000. Nekem rohadtul nem engedi. Hát akkor úgy valami... Mindegy, nekem engedi. És hát így... Na mindegy, hát szétkapjuk ezt a... 70%-on van a HP, mindegy, szerintem föltöltöm itt. Bemész oda, mutasd oda Tudom, nézzük, tudom, tudom. hogy kell Aha, vagy ide csinálni. medikáru. És jobb... Elvileg elem... Mi van? Jobb gomb? Vagy nem? Bal kontroll. Hoppá, ez a szétszedem. T. Én meg Jaj, közben oké. bemutatom a nézőknek, hogyan kell elemeire bontani a dolgokat. Ugye itt van ez a... Nem is tudom, igazából az assembler csinálja a dolgokat, szóval... Az assemblerbe tudtok csinálni különböző dolgokat ilyen anyagokból, szóval... Van egy gép, ami lebontja ilyen alkotó részeire, például szilícium, gold, meg iron, meg ilyen dolgokra, és akkor itt tudtok összekraftolni gyakorlatilag, hogyha éppen nincsen. Közben egy kis visszhang van, ami... Igen, Nem szóval tudom. oda mentem ehhez a Medical Stationhöz, és a T betűt nyomva tartva tudtam feltölteni a ruhámat, illetve a HP-mat, ja. Fú, jó, hogy mondod, nekem is piros. Ez volt a solution, ugye, a problémára. Szerintem ez majdnem, hogy elfér nálam, ez a refinery. Ja, elfért. Ilyenkor Hát kipotyog a akkor cucc, csak... vagy... Hát, hogyha látod ott a cucc, akkor igen, de amúgy szerintem nem. Tehát te látni fogod, hogyha kipotyogok, mert ilyen 3D-s modellek vannak. Aha, jó, mert most akkor izénk van, ugye? Tehát refinerink az van alapból. Oké. Mennyi fér ebbe? Hol látom, hogy mennyi fér? Ja, massz. Hát igen. Igen, Abba ez is a... ugyanúgy súlyra tudsz beletenni, tehát Itt nem van úgy ez van, hogy a... mennyi itemet, hanem súlyra. 156-250, és nekünk van benne 11,680. Aha, jó, oké, tehát ezért ebbe fér. Fér azért cucc. És ez a small, tehát azért el lehet képzelni akkor a large-ba mondjuk mennyi fér bele. Hát igen. Hát ugye a large az már inkább ilyen bányászhajó, meg ilyen elég durva dolgokhoz használják. Nem baj, csinálunk olyat. Ugye most én Csinálunk, hát. ebbe a Space Engineer-be elég csúnyán ki fogom élni a Star Wars iránti enyhe ilyen beteges izét, ilyen fanolás dolgot. Az Úgyhogy... igen, van mindenféle cuccunk. Szerintem nekiállhat majd a hajó lebontása után egy új hajót építeni a Hát lebontott hajóból. minimum. Vagy elmegyek bányászni, inkább elmegyek bányászni, ez vicces, megmutatom, hogy kell bányászni. Mert Sirius volt olyan rendes, és ő nem mutatja meg, Hát mert nem. lusta hozzá. Úgyhogy itt láthatjátok, szóval mi jobban vagyunk, mint Sirius. Ennyi. Na jó, nem, ez egy elég fura kijelentés volt, de igen. Látjátok, itt az aszteroidán vannak ilyen színes cuccok, ugye ez elméletileg szerintem vas lesz, bár nem vagyok benne teljesen biztos. Ugye úgy működik, hogy fogjátok ezt a handrilt, és így elkezdtek nyomni, és így mentek bele a hegybe, és akkor így darabolja szét a kövekre az egész bolygót, vagy hát nem tudom, minek mondják, aszteroidát, vagy meteort, vagy a retekül, ugye. És itt van egy csomó olyan kis gojs, lesz pedig így ránéztek, és ott tévedő, és akkor így Na, felszedik. ezt én megnézem. Tehát, hogy Dubstyle izél. Gojslikat szed fel Éppen a földről, gojslizik, zseniális. ezt muszáj megnézni. Na nézzük. Igen, a beleérés az arcán az tisztán kivehető. Tehát ez a... Hát meg a fúrón is látszik, hogy ez a szenvedélye, hogy ebbe a pirosas lyukba itt belehatolt, azért az minden pénzt megért. Tehát. De várjál, figyelj csak ide, és ezeket a gojslikat valami T betű. Aha, jó. Tehát ezeket kibányász, és én föl tudom itt szedegetni, és akkor bedobom a közösbe. De itt elég durván megvan egyébként csinálva a gravitáció, szóval még ebben a... Tehát így rendesen így lebegnek, szóval így nagyon durva. Na. Ó, ne, 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 flex, ne, ne, szét.
De hülye, nem is nyomtam, basszus. Csak Komolyan így mondom. nekem, hogy nem sebzeztél, csak az effekt volt meg, szóval az ilyet Ja, meg. jó van, mert én Na nem... nézzük, körbenézzük, hogy a meteoron van-e valahol uránium, mert nekünk az kellene. De figyelj, és ahol itt piros, az azt jelenti, hogy még itt van cucc. Tehát, hogy kéne... Aha, a színes részek azok a cuccok, Jó, akkor én itt minden nyomok más még. színű, szóval, hogy a feketét cuccot látsz, az uránium, szóval, hogy az izé Lefele kis menni? érték. Mivel kell? Mert azt tudom, hogy space-el föl. Lefele a C betű, igen, C betű. Oké, megvan. Jó. Azt hiszem, Kicsit már még... régen Space Engineers összeztem, szóval így. Kicsit még new ez nekem ez a játék, erősen. Na, merre van itt a platform? Merre van? Jó. Ezen a aszteroiden nincsen szerintem, hogy hívják. Jaj, de itt Hú. van gold. Itt láttam valahol goldot. Te is, ezek a gojszlik mennek. Ű, basszus, mennek a Aha, itt van világegyetembe. gravitációs. Vigyázz, mert nagyon tudnak ütni, szóval elég Hát veszélyes dolog. nagyon jó. Akkor gyorsan itt a T betűvel itt föl. Elképzelem, belehalsz, hogy agyonüt egy gojszli, a legszebb halál. Gyönyörű halál, köszi. Fölkapkodom őket itt erőteljesen. Ez vas egyébként? Egyébként nem tudom, nézd meg, tehát a G betű, vagy Még az I egy betűvel, pillanat, csak az I betűvel fordulunk. fölkapkodom itt a gojszlikat. Csak ugye ezeket meg be kell dolgozni, és itt ki kell majd égetni Igen, a refinery refinery-be. effektív, igen. Jó, akkor Igen, menjünk. mint a Minecraft-ban, csak hát kicsit bonyolultabban végül is. Hát nem, Na mi itt vagy? Na, szerintem... találtam goldot, ami szerintem elég értékes, vagy hát... Igazából annyira nem tudom, mert én se vágom a játékot még annyira. De egyébként elég Jó, szép, hát szóval így. szerintem belejövünk. Tehát nincs Hát ezzel jöjjön. baj. Tehát elméletileg, hogyha kargó konténerbe most belerakom, kicsit technikázzunk A ki. köveket, azokat egyébként nem tud betenni a kargó, hol vagyok. Eltévedtem ebbe a lukba, basszus. Valaki járt. Ja, itt van. Ká, jó. Ez mi? Ja. Aha, hallod erről a izéről, hogyha rámegyek itt a... erre a kis... Lol. Találtam valami Mi a kék szar ez? cuccot. Hol? Mi? Assembler vagy? Nem, itt a... Van itt ez a cargo konténer, és rámegyek a control panelére egy K betűvel, akkor kiválasztható, hogy melyiket akarom itt cseszegetni. Mutasd csak. Ja, itt látom a platform, a Gravity Generator, Refinery, Small Reactor, Ja, a Fuel Small control panel. Aha, Reactor. és akkor ki tudod kapcsolni, le tudod kapcsolni, meg ilyenek, Ja, szóval. ja, ja. Jó, Na, és akkor akkor... látod, hogy itt van egy olyan, hogy... Ez egyébként vas volt, amit szedtem, csak így És mellé. igen, látom rajta, refinery-be tudod csak betenni a köveket, és De várj, akkor most pedig eltűnt. földolgozni. De ez nem, ez Mi? csinálja. Csinálja, épp azért De mondom, beraktam tehát a small... csinálja. De várjál, beraktam a kargó Mi? konténerbe, és berántotta a refinery. Nem. Ja, Mondom, mi van. akkor csinálja jól, akkor Teljesen jó. látod, hogy most már Tehát... van 1000 darab vasunk, szóval ez nagyon Na, megy. tehát láttátok, hogy innen bevágtam itt a small cargo konténer. Ide Csak bedobtam, ott a... és átkerült ide a refinery-be, ami ugye itt már itt teszi a dolgát vele. Úgyhogy zsír. Jól van. Szerintem még szedekni... Azt a rohadt. Tehát ez ilyen izé. Ilyen instant megállás póz. Szerintem dubstyle egy pillanatra valami Na közben eltűnni. itt vagyok, csak bocs, csak izé Jó. gondolkodtam. Na, egyébként itt a produkción, ha rámész, akkor ilyen, ott tudod gyártani a dolgokat, csak hát még elég kezdetleges készletünk van, ilyen nyersanyagok, mint az arany, meg az ilyenek. Hol? Várjál, 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 hagyd nézem én A, is. nyomsz egy Kát, igen. K-betűt a izére, és akkor produkción. Aha, production, és akkor És itt... akkor ott ki tudod Aha, ja választani, hogy látom. legyártasz egy cuccot, és akkor legyártja, és akkor neked az... Igen. Érted, Aha. szóval gondolom, Tehát mindegy, motor, ez... ért. Csak ami piros, azt nem tudod, mert hogy nincsen hozzá Már nincs mondjuk. hozzá, ha Például kéne, mi kell nickel, meg hozzá? silver kéne. Ez a thruster komponens. Grinder, what the f... Ja. Jó, hát akkor még szerintem szedjünk némi motyeszt. Ja, igen, egyébként jelzem, hogy... Flexeljük inkább tovább. Egyébként be is tudod olvasztani a cuccokat az űrről. Tehát, ugye, gyere vissza ide, ahogy hívják be. Jövök, jövök. Mindjárt meg tudom. Tehát, hogy rám is ugyanúgy a Bazd meg, meghaltam. production-re. Azt hogy sikerült? Az a baj, hogy... Leflexeltelek? Az De i... egyébként ott vagy. Nem. Az Ja, X-el hát. kinyomtam a izét. A... Ja, aha. Ezt még meg kell szoknom, mert ugye Minecraftban én sokat csinálom azt, hogy 500.000 kilométer magasan kikapcsolom a jetpacket. És akkor Aha, és izé... van gravitáció, És akkor nem? ugye leesek, az kész. Mert hogy ugye rajtam van a... Ugye már a Power sorozatban a Armor. Power Armor, és akkor ott nem halok meg. Hát itt meg 5 méterről elengedem, az persze, hogy izé összefossa magát a karakterem. Ja, egyébként meg ugye részekkel kapcsolatban, csak kérdésetek lenne, szerintem egy olyan heti 2-3 részt Maximum, terveztünk. tehát ez annyira kevés kontent van ebben a játékban én szerintem, Ja. hogy Meg hát igazából felesleges. attól függ még, hogy mennyien nézitek. Szóval, ha nagyon sokan fogjátok nézni, akkor elképzelhető, hogy több is lesz, Hujuj, de... hujuj, hujuj, Ja, vaj. hujuj, nagyon gyorsan megyek. Megint neki fogsz Nem, menni a nem, 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 platform, ink ott vagy? nem, 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 Na. inkább elmegyek a De te bázis. másik platformra mentél, nem? Vagy nem? Nem tudom.
B-re Igen, a mentél, B-re mentem. de az arra kéne. Jó, megvagy, oké, 2800 méter, tehát nem vagy. Igen, ezt az inertia dampeners, ez egyébként annyi, hogy így ilyen kiegyenlítő hajtómű. Tehát ez úgy néz ki az űrben, hogy ha elindulsz jobbra, és nincsen ellentartás, akkor a végtelenség megy jobbra. Vagyis hát most éppen én Fizika balra gondolom nyomom. azért. Aha. Viszont az inertia dampener azt annyit csinál, hogy ha mondjuk te mész, mondjuk balra nyomom, látjátok a jobb oldali hajtómű most erősen dolgozik, és éppen így sodródok balra. Elengedem, de ugyanúgy sodródok tovább, mert nincsen ellen kormányzás.